A Szent Annai Sámuel református középiskola diákja Galambos József tavaly agrárgépészként végzett, jelenleg gépésztechnikusnak tanul itt. Nemrég kombány tesztelésére is felkérte egy neves cég. Galambos József kengyáról érkezett az iskolába. Családjából többen tanultak már itt. Távlati céljai között a technikusi vizsga szerepel, és aztán saját gazdaságukban dolgozik majd. Messzire visszatehető az, hogy kerültem ide, hiszen a családból többek is tanultak itt, és ennek apropóján kerültem én ide, hiszen akkor jó híreket hallottunk az iskoláról, meg igazából színvonalas iskola, és így kerültem ide, ez ott a választás. Most vagyok a gépész technikus tanuló, befejezem az iskolát, és otthon csinálom a saját vállalkozásunkat. Nagyon régóta foglalkozok fotózással, mezőgazdaságban, meg videókészítéssel, és igazából az Agrotek Magyarország, aki a a hivatalos forgalmazó Magyarországon, hozzá kerültek el a képeim, hát egy éve körülbelül, és ők kerestek fel, igazából a marketing igazgató keresett fel ezzel a felkérésre, hogy lenne egy ilyen lehetőség, hogy menjek el, próbáljam ki, mondjam el a véleményemet, és akkor ez így, hogy is mondjam, jó hírnévnek szolgál a kombánynak visszajelzések alapján. Ültél már előtte ilyen komoly kombányban? Hát igazából ebből a kombányból tíz darab volt a világon három két hónapja, és uh, akkor még ennyire felszerelt kombányban nem, tehát ilyen 20-18 éves kombányban uh, ültem már, vezettem már. Igazából ez a kombányra azt kell tudni, hogy uh, tehát egy legnagyobb kategóriás kombány, tehát egy ikárotoros kombányról van szó, és egy uh, kisebb uh, keresztdobos kombányról van szó, és ennek az ötvözete lett ez a kombány, tehát a, a keresztdobos és az ikárotoros kombányt ötvözték, és uh, közép kategóriás kombányban ez az egyetlen egyedülálló kombány most a piacon. És milyen érzés volt ebbe beülni? Gondolom, egy eleve megtiszteltetés volt, hogy fölkeltek téged erre, de milyen érzés volt, és hol zajlott maga ez az egész? Ez a tesztelés igazából Pécsen történt. E Hát a kombány azt nekem hatalmas meglepetés volt, tényleg annyira felszerelt korszerű, hogy uh, igazából át sem láttam, tehát nagy segítség volt a, a gépkezelő, akit kaptam magam mellé, tehát ő segített igazából uh, betanulni a kombányba egy jó uh, 20 perc alatt, és akkor utána már ment minden. Minden normálisan zajt, tehát rendes aratást tartottak, igazából... Uh, rengeteg agrotekes kolléga volt kint a földön, tehát a szervizcsapattól kezdve mindenki kint volt, és persze a tévések is, akik az agrár magazinoktól voltak kint. És amikor végeztél, akkor milyen tapasztalatokról számoltál be? A Szent Annai kollégiumában Galambos József az önállóságot megtanulta, sok barátja lett itt, és az iskolában jó szakmai alapot kapott, amit a gazdaságokban is tud majd hasznosítani.